Négy sürgősségi indítványjal bővült a napirend, aktuális lakossági kérdések címmel pedig három témakörrel kapcsolatban tette fel napi rendelőt kérdését Kovács Tamás. Egyrészt, hogy a mentőállomás felújításához tud-e további segítséget nyújtani az önkormányzat, illetve hogy sokan érkeznek a városba, akik nem járulnak hozzá a közterhekhez, valamint a nagycsaládosok egyszeri alkalommal történő támogatását javasolta a szocialista képviselő. A tízezer fő jóval felette van a valós számnak, ennek jelentős része Ausztriában dolgozik, a letelepíthető munkaerő kérdésével azonban foglalkoznia kell a testületnek fogalmazott válaszában árva István. A polgármester elmondta, szakképzett munkaerő hiány van a városban, ezt az itt lévő cégek pótolni kívánják erre határozott programot dolgoz ki a város, legális munkásszálló építése, bérlakásprogram, valamint kedvezményes telekvásárlási lehetőség, ez a három fő pillére a tervezetnek. Érkeznek viszont olyanok is, akik nem akarnak beilleszkedni, ennek kezelésére munkacsoport alakult. A mentőállomás építésénél nem a város volt a megrendelő, az országos mentőszolgálat perben áll a kivitelezővel. Árva István elmondta, ezért támogatja a város azt, hogy helyi vállalkozók végezzék el a beruházásokat, hiszen ők itt élnek, könnyebben számon kérhetők. Kisebb veszteség megtérítési igény érkezett a városhoz, az előteresztés alapján utas számnövekedés tapasztalható. Foglalta össze az első három negyed év közösségi közlekedésének beszámolóját Frau Hammer Csaba bizottsági elnök. A 2015. évi költségvetési koncepciót a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság egy támogatta, egy módosító javaslatot tettek, az útépítést vigye tovább a város. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke kiemelte, ugyan a koncepciót nem köteles beterjeszteni az önkormányzat, a korábbi hagyományokhoz ragaszkodott a város. Ebből látható, hogy a város célja a felelős gazdálkodás a következő évben is, Megjelenik benne a tartalékképzés, hogy biztonságosan működhessen Moson Magyaróvár. Mivel az országos költségvetésnek csak a beterjesztett változata ismert, ebből vázolják fel a főbb vonalat, a koncepciót konkrét számok nélkül, válaszolt képviselő kérdésre a polgármester. 2015. január 1-től egyedül az Egyesített Bölcsödéknél a felnőtt vendégétkezők esetében szükséges a nyersanyag norma 10%-os emelése a szigorodott tápanyag előírások biztosítása érdekében, így itt a felnőtt, azaz vendégétkezők 275 forintot fognak fizetni, a többi intézményben nem változik a térítési díj. A helyi értéktárbizottság munkájával kapcsolatban Iváncsics János elnök elmondta, előterjesztések alapján végzik munkájukat, eddig egy döntés született, az óvári sajtók kerültek be a helyi értékek közé, várják azonban a további javaslatokat. A képviselők az önkormányzati tulajdonú cégek felügyelő bizottságába tagokat delegáltak, valamint Árvai István polgármester képviseli a várost a Moson-Magyaróvári térségi társulásban. Vételi ajánlatot tett a város az egykori Kaisers telephelyére. Szabó Miklós ezzel kapcsolatban elmondta, ez a terület beékelődik egy lakóövezetbe, egy tömb rehabilitációval rendeződhetnének a viszonyok, amelyel moson társadalmi rehabilitációja is folytatódhatna. Arról is döntöttek a képviselők, hogy előszerződést köt az önkormányzat a kettes számú házi orvosi praxisra.